Sziasztok, Illés Gabriella vagyok, a Tulipán Tündér produkciónak a vezetője. Mint tudjátok, számunkra mindig nagyon fontos a karácsony, és mindig készülünk egy-egy mesébeli történettel. A mostani ajándékunkat még nem tudjátok kicsomagolni, hiszen nem sokára majd jövő évben lesz látható a TV2-n, ez pedig a Hazatalás című sorozat. Ugyanakkor, hogy idén is tegyünk valamit a fa alá, megkérdeztük a Hazatalás tárjait arról, hogy ők hogyan készülnek a karácsonyra, mik a legkedvesebb karácsonyi emlékeik, és hogy ők hogy töltik a karácsony. Gyerekként nem volt sok jó karácsonyi élményem, szóval miután felköltöztem Magyarországra is, és magamnak elkezdtem csinálni a minél jobb karácsonyokat, azóta most már sok éve úgy telik a karácsonyom, hogy a számomra a legfontosabb embereket áthívom, a barátaimat, és főzök nekik valami nagyon-nagyon finomat. De tavaly volt a legjobb talán, ugyanis megismertem Andrei Mangra, és ő már otthon volt Romániában, amikor ezt láthattam, ezt a produkciót, de megtanította a barátaimat egy közös táncra, amit az én nappalimban előadtak, és az volt az ajándék, és ezt majdnem bőgtem, mert ez olyan szép volt, szóval ez most eddig a kedvenc karácsonyi emlékem. Szerintem a legnagyobb ünnepünk ez. Ahogy visszaemlékszem, a gyermekkoromban is az volt, és mostanában is. Édes testvérem, anyukám, az ő családja, az ő gyermekei, az én gyermekem. Tehát meg is beszéltük, hogy itt nem igazán arról szól a dolog, hogy súlyos százezereket költeni, hanem hogy inkább legyünk együtt abban a három napban. És akkor ilyen közös főzőcske, szépen kiöltözünk szentestére, a vacsorához. Tehát, hogy az egy ilyen ünnep, ami nyilván a legnagyobb. Egy kicsit túl van értékelve az, hogy karácsonykor mindenkinek szeretnie kell egymást, és ez rengeteg családi balhéhoz és vitához vezet, és ez nálunk is azért előfordult többször, hogy annyira izgul az ember, hogy most mindennek jónak kell lennie. Én egy kicsit ilyen, azt gondolom, hogy ez itt túl van értékelve, és szerintem egy kicsit lazábban kéne ezt felfogni, úgyhogy én nem vagyok ez a nagyon nagy karácsonyfan, én inkább arra szavazok, hogy egész évben tiszteljük és szeressük egymást, és nem kell egy napra koncentrálódnia. Ebben az évben biztos, hogy fogok valami finomat sütni, ez biztos. Talán most először egy olyat, ami igazán méltó is jó lesz. Ez lesz az első olyan karácsony, hogy tényleg saját főztemmel fogok kedveskedni a családnak. Tulajdonképpen azóta szeretem újra és különösen, amióta ugye lettek gyerekeim. Aztán most már a gyerekeim elmentek tőlem, elkezdték a saját életüket. Úgyhogy most az a külön öröm a karácsonyban, vagy a külön ünnep a karácsonyban, hogy újra ott vannak velem, újra otthon is alszanak, és tudod, ez olyan jó pofa, hogy otthonról hazajönnek. És aztán majd otthonról hazamennek. Számomra az a karácsony, amikor először meghallom valamilyen nyilvános helyen az All I Want for Christmas is You-t. Egyszerűen ez az a dal, amit én bármikor, akárhányszor és visongva tapsolva tudok végighallgatni, semennyire nem tudok rezonálni arra, akik azt mondják, hogy nem bírom többször a Last Christmas, nem bírom elviselni, én imádom. És nekem az a karácsony.